A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó. Bétót László műsora. Köszöntöm a kedves nézőt! Egy falat kenyére csipetnyi szó, ez a műsorunk címe. A Remixben vagyunk, változatlanul most egy másik teremben. Egy rendezvény előkészületei közepette, de ettől függetlenül minden hétvégén dübörög a zene, hiszen az ország talán a legszebb és legnagyobb retro klubjában vagyunk. Hogy egy igazi zenész a vendégem, Éliás Gyula Junior. A Gyulát elhagytad, maradt a Junior, egyébként szevasz, köszönöm, hogy eljöttél. Nagyon szépen mondtad. Hát azért hagytam el a Gyulát, mert nagyon sokan összekevernek az édesapámmal, és hát az Éliás Junior az egy ilyen megkülönböztető jelző. A Geszti mindig cukkolt ezzel, hogy miért nem hagyom el a Juniort is, mert a papámat már úgyse ismeri senki. De hát ez nem így van egyébként, mert egy ismert lemezlovas a mai napig. Mert például nemrég járt, igen, ismert lemezlovas volt, és már nem praktizál igazából. Nem praktizál? Már nem praktizál. Hanem ilyen szépségversenyeket csinál, ha már egyről beszélünk, de annyit még elmondanék, hogy például nemrég jártam, vagy most is járok focizni, ilyen tőlem idősebbek, talán egy két generáció idősebbekkel is, és mindenki tudja, hogy kicsoda. És akkor, szóval a Péter a Gesztinek azt hitte, hogy nem ismerik, de mindenki ismeri. Persze, tehát, mitől hát az alapgenerációhoz tartozik, úgyhogy persze, hogy mindenki hát ismeri. Hát igen, igen. Nem lehet a dolgot kikerülni. Viszont egy egész más pályán indultál el olyan hangúi adottságokkal, ami kevés ember rendelkezik vele. De te nem is akartál sohasem diszjoké lenni? Dehogy nem. Dehogy nem. Hát ugye rengeteget láttalak benneteket, ugye kicsi voltam annak idején a Csillagfényben, amikor váltottátok egymást, és én mindig láttalak, ilyen körbe ekkora lettem, mint ez az üveg itt, és mindig ilyen csodálattal néztek benneteket, hogy milyen nagy egyszerű diszkosok voltatok, és hát annak idején az édesapám egy olyan helyzetbe hozott, hogy kölyök diszkot csináltam az Almási téren. Ez 87-ben volt, és emlékszem, 500 forint gázsit is kaptam. Az Almási téri szabadidőközpontban volt ez egész pontosan. Génémet, Gyuri, meg ezek a hatáskörben volt ez a történet, mert akkor még volt kölyök rádió, még annó, és a Gyuri vezette, és oda is behívtak, és a Nógrádi Gábor csinált velem interjút, és megjelentem a Kölyök magazinban, mint Kölyök diszkós. Úgyhogy nekem, mint diszkós indult el az igazi pályafutásom, de ezt nem is tudtad. Nem is tudtam, nézzek nagy szemekkel. Igen, igen, és akkor ez 85-ben volt. Ez 85-ben volt, 12 éves lettem, vagy 11. Uh-huh. És akkor 86-ban jött a Queen Magyarországra, az az utolsó turnéjuk, ha emlékszel. Igen, igen, így van. És akkor jelentettem, hogy beteg, és én nekem volt szerencsém 86-ban látni a Freddie Mercury-t élőben, és ott olyan gellert kaptam, egy olyan löketet, hogy én ott eldöntöttem, hogy úristen, hát én zenész szeretnék lenni. Tehát nem diszkós, hanem zenész. És mikor fedezted fel a saját hangodat? Mert hát az embernek van hangja, beszél, és jó az orgánumom, ez egy dolog. De hogy neked olyan hangod, amivel énekelni is tudsz, és pontosan és precízen énekelsz. Mikor fedeztem fel? Hát egész pontosan 15-16 éves lehettem, amikor így egy olyan helyzetbe kerültem, a gimnáziumban lehettem másodikos, első vége, második eleje volt. És egy Katrenák Márk nevű barátomnak előadtam a Lady Madonnát, meg az I Am The Walrus, úgyhogy zongoráztam, énekeltem. Mert előtte ilyen polgári... Ez nem egy könnyű dal, az I Am The Walrus jut eszembe. Hát nem egy könnyű dal, de nagyon szerettem a Lennont, meg a McCartney-t is. Persze. És nagyon sokat hallgattam Beatles zenéket, és azokat el tudtam úgy játszani. Uh-huh. Mert tanultam zongorázni, ilyen polgári indítatásból, mint ugye tisztességes polgári család, hogy legyen szép a lelke a gyereknek, tanuljon egy kicsit jobban, ezek mind jó dolgok erre egyébként, szoktam hangoztatni. És akkor egyszer csak elkezdtem ezeket játszani, meg volt az első szerzeményem, aztán arról kiderült, hogy az a Let It Be volt, tehát ilyen áthallások az elején, de akkor ott olyan megerősítést kaptam attól a Márk nevű osztálytársamtól, aki akkoriban nagyon jó barátom volt, hogy ő mondta, hogy akkor te legyél az iskola zenekarban az énekes. És akkor az első koncertem az lehetett 90-ben, a Dózsa György gimnáziumban, körülbelül 500 ember előtt, és olyan sikere volt, hogy azt hittem, hogy először viccelnek velem, de hát amikor 50 percen keresztül ováció volt,
a pár Beatles és Illés és Omega dal előadásából kifolyólag, akkor úgy éreztem, hogy hoppá, lehet, hogy a helyemre kerültem, hoppá, lehet, hogy nekem tényleg ezt kéne csinálni. És akkor már jöttek saját szerzemények is, nagyon szerelmes is voltam, verseket írtam, szövegeket, dalokat, embertelen módon, mennyiségben, és nagyon-nagyon nagy elszántsággal. Aztán elvégeztél egy főiskolát, sokkal később. Ez 2003-ban, ugye? Az ISZ Ferenc. 2003-ban diplomáztam, igen. De akkor már ilyen, hát akkor már a 20-as éveim közepét jártam. Uh-huh. És hát a főiskolára később vettek föl, mert amikor én leérettségiztem, akkor a Színműre mentem, de oda nem vettek föl, hála jó Istennek, és később vettek föl a jazz tanszakra, és az érettségi és a főiskola között én elvégeztem egy fodrász iskolát is. Tehát én hajat is tudok vágni, képzeld el. Nem mondom. Hát, sokat spórolsz vele. Például. Sajátodat a gyerekeimet. Sajátodat nem, de a gyerekeimnek levágom. Ez sokkal spórol a család, akár oda. Meg hát régen még a feleségemnek is tudom vágni a haját, a frufruját. A fontosabb dolgokat, ami sok pénzt kell fizetni, azt meg tudod otthon oldani. Igen, de nagyon jó mesterem volt, a Gellei András, és nagyon sok tudást kaptam tőle, uh-huh. Úgyhogy alap dolgokat, úgyhogy ezt sose felejtem el. Szólítanak úgy, hogy tanár úr manapság, hiszen különböző nagy vetékedőben, nem tudom, X-faktor, vagy nem is tudom, hol voltál, te voltál a tanár. Hát sok ilyen volt, hét. Hét, igen. Tehetségkutató volt, igen. Nem tudom, elmondhatom ezeket. Na. A Megasztár volt az első, 2-3, akkor a Csillag születik 2-3, és az X-faktor 1-2-3, uh-huh. És ott barátkoztam össze a Péterrel is, tehát ott volt egy 3 év. És ciklus, tulajdonképpen én voltam az ő szántsegédje a Geszti Petinek, és ott hát rengeteget tanultam tőle, mindenféle emberi oldalról, tehát nagyon sokat fejlődtem ettől, uh-huh. A munkától, az előzőektől meg türelmet, tehát hogy például a Megasztárban nagyon karakteres egyéniségek voltak akkor még a 2000-es évek elején, uh-huh. Uh-huh. És hát azokkal bánni, meg azokkal együtt dolgozni, ez egy külön nagy feladat. Tehát nekem mindenképpen fejlődés volt. Milyenek ezek a tehetségkutatók belső szemmel? Külső szemmel látunk időnként csillogást, hallunk jó hangokat. Nekem mindig az a véleményem, hiába van jó hangja, hiába tud jól elénekelni akármit, akárkit egy picikét utánozva, megtanítva és betanítva, de utána vége van az egésznek, és a mezőn jelentős része a sűjesztőbe kerül. Igen, igen. Hát most elmondtál egy hosszú folyamatot, igen. Illetve hát egy folyamatot. Nagyon nehéz hétről hétre mindig megfelelni, főleg olyanoknak, akik nem profi énekesek, mm-hmm. És rengeteg munka van velük a háttérben, tehát rengeteg táncos, meg koreográfusok, meg ugye mentorok, meg énektanárok, meg rendezők, meg operatőrök, mm-hmm. Meg egyszerűen stábban, tehát egy 70-80 ember dolgozik azért. 24 órás meló gyakorlatilag, majdnem, hát, hogy. Hát amikor tanítottam, akkor konkrétan ilyen 5-6-7, valamikor 7-8 órákat is elvett az életemből naponta. Uh-huh. És hát ez ugye lenne nagyon lehetőbb. Még nem beszéltünk, akiket az előbb felsoroltál, a sminkes. Igen, de azok ugye minden fázis, különböző fázisokban be voltak osztva. Akkor meetingelni kellett rajtuk, hogy, uh-huh. vagy róluk, hogy akkor vajon miket fognak majd előadni, pluszban még a tanítás uh-huh. mellett, akkor például olyan is volt, most már elmondhatom, de hát ezt akkor nem merte elmondani senkinek, hogy valamelyik, például az Olá Gergő beteg volt, és akkor titokban mentem neki ilyen természetes gyógymódokat csinálni, hogy, uh-huh. hogy de munkaidőn kívül, hogy tudjon énekelni, így van. Uh-huh. És hát az emberek most már ugye nem sokra tartják ezt a tehetségkutatókat, meg az ott szereplő egyéniségeket sem, mert most már egy kicsit elszaporodott a történet, de minden esetre nagyon nagy meló van ebben. Tehát mindenki, ahhoz, hogy valami produktumot lássanak az emberek, és ez tényleg kameraképes legyen, abban elképesztő munka van. Én valahogy mindig úgy érzem, hogy amit én a képernyőről néztem, annak a 80%-a nagyon tetszett, és nagyon tudom, hogy munka van mögötte, de ami lejött, az jó volt. Csak én mindig úgy éreztem, és a mai napig is úgy érzem, hogy amíg ez az egész show tart, azzal a néhány ember, aki benne van, addig azokat feldobják a magasba, és mutogatják, és irogatnak róla, és szerepelnek, és többet adott esetben. Hát ez a show business. Igen, ám, hogyha vége egész. Van a show-nak, és kezdődik az újabb, akkor elejtik, elengedik őket, és nagyot huppanak a földön, és hát közülük jó néhány nem is tudnak felállni már utána. Hát igen, de hát nem is biztos, hogy elbírja ez a kicsi magyar piac azt a sok embert. Uh-huh. Ezért ugye van egy természetes kiválasztódás,
és hát azok maradnak fönt, akik kreatívabbak, vagy a karrierjükkel, vagy az adott lehetőséggel jól tudnak bánni, és a karrierjüket magasabbra tudják vinni. Mi kell ahhoz, hogy ők tovább tudjanak lépni, mert hiszen abban maradhatunk nyugodt, hogy hangjuk van, de mi az, amivel ők tovább tudnának lépni? Hát szerintem általában azok a zenészek vagy egyéniségek maradnak fenn, akiknek vannak saját gondolatai, és tudnak mit írni, kreálni. Zenét, tehát kreativitásuk van. Vagy ha nincs kreativitásuk, akkor kellene okosak ahhoz, hogy olyan embereket válogassanak maguk köré, akiknek van jó kreativitásra, és találnak, egymásra talál az énekes, az egyén ízlése azzal az emberrel, akiben dolgozik. Ezek a srácok elhiszik magukról, hogy sztárok? Hát elhitetik velük, úgyhogy szerintem a nagy részük elhiszi. Vagy muszáj, hogy elhiggye. És úgy is járnak, vagy úgy is jártak, hogy mit akarsz már? Hát, már énekeltem 3 dalt is a televízióban. Igen. Hát előfordul, hogy valakinél igen, valakinél meg nem. Tehát ez egyénfüggő. Voltak olyan kedvenceid is, akikkel nem te foglalkoztál meg a Péter, hanem benne volt a sorozatban? Vagy nem te voltál a tanár, a korrepetítor? Olyan kedvenceim? Hát például én a Kocsis Tibit nagyon kedveltem, énekeltem is vele együtt egyébként. Nem vagy egyedül, ez egy nagyon jó hangú gyerek. Igen, kellemes, szép hangja van, igen. És egy kedves, szerés rác. Egy udvarias, rendkívül igen. Kedves rács a Tibó, ez tényleg így van. Igen. Dolgoztam is vele. Már azt hiszem 2 vagy 3 koncertet is csináltunk együtt, és mindig nagyon jó volt vele együtt énekel. Igen, és ő is azon kevesek közé tartozik, aki nagyon ritkán téveszt hangot. Igen, nagyon szépen egyenesen énekel. És tisztán énekel, tehát ez rettetesen fontos, és nem a playback huszárok táborát hát gyarapítja, nem. Az van egészen elképesztő. Hogy állsz te a saját karriereddel? Úgy érzed, hogy a helyeden vagy jelen pillanatban, vagy még egy kicsit keresgélsz? Nem titok, hogy voltál benne az én kis internetes rádiómban, hagytál nekem ott egy lemezt, köszönöm szépen, aláírtad, hogy nekem szeretettel, és én föltettem a lemezt az autóba, és azóta sem veszem ki, csak akkor, amikor bemegyek a rádióba. Ez a Láthatatlan Szál című album. Igen, ez a Láthatatlan Szál című album, ahol mindenkivel énekelsz, mindig mással énekelsz egy duettet. Igen, Keresztes Ildivel, Zsédával, Völgyesi Gabival, Ruzsa Magdival. És egyszerűen zseniális. Ez honnan jött az ötlet? Mert egy-egy duett megszólal egy lemezen, de hogy ennyire nem magad toltad erőtérbe, hanem azokat, akikkel énekeltél, és a dalok is úgy íródtak meg gyakorlatilag, hogy persze szereped van bennem, mert te írtad, te énekled, de hát hogy azoknak írtad meg hangszerelted is, azoknak írtad meg jószerű a dalokat, akikkel a duettet énekelted. Azért ez nem divat. Ez mondjuk lehet, hogy így jön le, de ez nem volt ennyire tudatos. Tehát igazából csak a dalokat választottam ki, kinek állna jól. De eredendően ezek a dalokat igazából magamnak írtam, csak kerestem hozzá olyan egyéniségeket, akik jól el tudják szintén énekelni. És az szerencsés, hogyha ez így jön le, hogy mintha nekik írtam volna. Igazából annyi dolgom volt ezzel, hogy az én éneklésem ebben a lemezben, ez csak egy torta, tehát egy szelet torta volt. A tortának egy szelete. A tortának egy szeletje, igen, mert rengeteg munkám volt ezzel hangszerelésben, kevertem is nagyon sok számot. Stúdióban masterelni, hát mint egy ilyen alkimista ültem a gép előtt, és meg kell csinálnom 2 hónap alatt ezt az egészet, közben még diszponálni az énekeseket, ami nem könnyű. Hát ez borzasztó nehéz, ugye énekes nőkkel. Hát meg van dolgok is, tehát egy kereszteseket baromi sok dolga egyébként van erről egy verkfilm is, hogyha van időd, nézd meg nem tudom, lehet mondani, hogy hol. Persze, a YouTube-on. Gondolom, igen. Fönn van, hogyha beírod, hogy egy láthatatlan szál verk, és akkor van arra egy film, nagyon jó kis film, hogy készült a lemez. Például. És még van belőle, tehát hogyha valaki fa alá szeretne vásárolni, akkor nyugodtan lehet rám ír. Jézus, gondolsz, valami hihetetlen. Tessék, látod, milyen menő? Tehát, hogy rám ír, és akkor lehet, vagy lehet. A koncerteken lehet kapni, vagy ilyesmi. Nem félsz ezektől a lemezektől? Nem csinálnak az emberek lemezeket már, vagy csak hát tényleg a legnagyobb világsztárok, Robbie Williams szintű. Hát csinálnak azért az emberek, már akinek van miről lemez csinálni? Van miből dolgoznia. A következő lemezen töröm már a fejemet egyébként, ami nagyon nagy részben attól is függ, hogy alakul, hogy az Eurovízióra, ha most bekerül az új dalom, amivel próbálkozom megint, akkor az nagyon sokat számít, hogy mifelé megyek majd. Aha. Fontos ez az Eurovízió? Az Eurovízió az azért fontos számomra, mert az egyetlen egy hely, ahol főműsoridőben szerepelhetek.
és hogyha a kettőt énekeltek, akkor kettőt, a hármat, akkor hármat. Hármat még nem sikerült, de kettőt már igen. Vagyis egy ugródeszka tud lenni? Promóció. Megjelenés. Promóció. Látnak. Azon, hallanak. Azon rögtön, hogy régen, amikor az Abba énekelte a Waterloo-t, amikor énekelte a Cliff Richard, a nem tudom micsodát, amikor a Shadows játszott a nem tudom mit, akkor neveztük ezt igazi Eurovíziós fesztiválnak. De ha most engem megkérdez bárki, pedig az elég sokat foglalkozok a zenével, hogy ki nyert tavaly vagy tavaly előtt. Indiferens, igen. Fogalmam nincsen. Igen, igen, de mégis. Elment show felé, látvány akkora, hogy belehaz. Igen. De a látvány mögül csak nagyon ritkán szűrődik valami hang, amire oda érdemes figyelni. Trendek. Igen, jól látod. Benne. Igen, jól látod. Hát kicsit a zenébe is ugye bejött ez, mint a ruhába, meg a... De a te zenédet nem a trend is jellemzi. Ez az új album például abszolút nem a trendet képviseli. Elég sokrétű. Hát, színes, rendkívül igen. Színes. Na most például, ha már egy szóba hoztad, ez a dal, mivel most mennék, az Euró, ez elég trendi lesz. Nem is én hangszerelem, hanem egy 25 éves fiú, Somogyvári Dani, aki már nagyon sok ilyen előadónak, aki befutott, hangszerelt, és pont tudatosan megkerestem, hogy van egy dalom, uh-huh. És szeretném egy kicsit ezt most én mai... Ezzel a lemezzel egy időben született, csak kiemelted? Nem, ez teljesen új. Ez most már lemez már készül, csak nyáron... Most nyáron, egy pár hónapja írtam. Uh-huh. A dolog visszatérve a lemezre azért rettetesen szimpatikus nekem, mert azért te a soul, a funky beállítottságú ember vagy. Elsősorban... Otthonról hoztad, ugye? Igen, volt mit tanulni otthon. És hát gyakorlatilag az a zene, amit te igazából szeretsz, azt te most átlépted, és kinyíltál egy másik irányba. Ez egy hülye kérdés, hogy melyik az igazi irány, mert ezt meg se kérdezem, mert egy jó zenésznek nincsenek igazi irányok, meg csak zenék van. Tudni kell váltani azért, tehát hogy érdemes megpróbálni váltani. Aztán vagy elfogadják, szeretik, vagy nem, de hát akkor utána csinálni kell tovább. Mi volt az első, melyik volt az első zenekarod, amelyik sikert értél el? Az első zenekarom az már rögtön az első fellépésem volt, az iskolai zenekarom. Zenekar, de amelyik utána... egy igazi lemez, meg mit tudom én, mit jelentett? Hát az első nagy áttörés, ami tényleg olyan nagyon, uh-huh. Nagyon érdemes, amiről nagyon érdemes beszélni, az a Jól vagyok című dalom, uh-huh. ami 1 millió fölött van az összletöltése a YouTube-on, ami ebben a műfajban együttesben soha nem számít. Gondolkodtál, vagy nem foglalkoztál együttes? Hát együttesen volt a Staff együttes, a Horizont együttes a kezdetekben. A Staffnak az volt tiszta funky volt a Staff lemez. Igen, nagyon jó. Hát azt játszották a Staff együttesnek a dalait, így hébe-hóba rádiók, meg volt a Kacsamadár című dal, aminek ugye egy válogatás lemez is készült, amit te szerkesztettél, igen, és be is raktad a Kacsamadárt, nagyon szépen köszönöm ezúton is. És hát nagyon büszke vagyok rá, mert azt hiszem, hogy előtte a Presszernek az egyik dala jön, és ott vagy a Republik, most nem tudom, hogy van a sorrend, de ilyen nagy ikonok között szerepel az én dalom is, és hát ez, és nagyon sokan ismerik a dalt, mert ezt rotálta az akkori Danobius rádió, ami már igen. Ugye megszűnt, és ha elkezdem énekelni a repertoárban, például a Kacsamadárt, akkor rögtön ismerik. Tehát igen, rögtön igen. Tudják, hogy melyik az a dal, csak nem tudják, hogy jaj, az te vagy. Tehát, hogy sokan igen, nem kötötték az arcomat a dalhoz. Az egy egészen más világ volt, az volt a tehát egyik jellemző zenei világod, ez a funky. Nagyon sok világsztárral énekeltél együtt. Hát azt nem mondanám, hogy nagyon sok. Hát jó, hát énekeltél, mondjuk Nancy Sinatra, a Frank Sinatra, a Juniorra. Igen, az benne van az önéletrajzomban, az egész pontosan úgy van, hogy egy showban, tehát nem együtt, egy más mellett. Ja, egy showban énekel. Egy showban, ez úgy, ezt, ha érdekel, elmesélem. Abszolút érdekel. Ezt annak idején hogy most... Hogy kerülsz Nancy Sinatrával egy showban? Igen. Frank Sinatra Juniorra. Nagyon érdekes története van. Hogy annak idején volt Magyarországon egy logisztikai cég, már megszűnt, hogy mondhatom a nevét, a Reinhard Transport. Ez egy nagyon-nagyon menő holland vezetésű cég volt, és itt ünnepelték a 75. születésnapjukat, egész pontosan Biatorbágyon. Uh-huh. Ez 2003-ban volt. És van egy kedves kollégám, egy hangmérnök kollégám, a Gyulai Zsolti, aki egyébként egy elég felkapott név a szakmában, és ő megkért, hogy énekeljen föl ennek a cégnek a szignálját, uh-huh. És ez a We Will Rock You volt, csak átírták. A Queen meg dolgok. A We Are The Champions is volt. Az is és átírták, volt, igen, Queen számok voltak, ugye nem uh-huh. Véletlenül. És átírták a szövegét egy kicsit az ő profiljukra.
És bementem, fölénekeltem. És a cégnek, a művészeti vezetőjének annyira tetszett, hogy én ott a stúdióban, hogy énekeltem, hogy mondta, hogy jöjjek el és énekeljem el élőben velük. A születésnapon. És hát egyszer csak kiderült, hogy én oda mentem, és följöttem balról, lekísért a zenekar, majd följött a Frank Sinatra-nak a fia jobbról. Tehát a Frank Sinatra, Elias Junior följött balról, elnyelkelte a We Are the Champions, meg a Viva Rock-t, és hanem följött Frank Sinatra Junior, és ugyanaz a nagy szimfonikus zenekar kísért. Aha, aha. Na most a Nancy Sinatra egy másik színpadra volt felszerelve ugyanabban a dokban, és utána ez lement ez a program, utána jött a Nancy Sinatra. És ez így történt. Milyen érzés ilyen nagy művészeket megismerni? Hát, semmi igaz, különös? Én is énekes vagyok, te is énekes vagy, szavasz, szavasz, igen, és igen, ennyi, igen, egy bambik. Tehát, hogy az nagy dolog, hogy maga egy elmondható, tehát presztízs értéke van. De igazából tényleg ugyanazt éreztem a Nancy Sinatra-nál, meg amikor mondta, hogy itt veled ülök szembe. Tehát, hogy, hogy megtisztelőnek érzem, és örülök, hogy itt lehetek. Baromi szerény vagy. Hát... Nagyon-nagyon szerény vagy. Szóval ilyen adottságokkal, ami neked van, azért nem szoktak szerények lenni. Te bármelyik ilyen X-faktorossal véletlenül találkozom, hát azok messze jó a Kocsis Tibót leszámítva, hogy egy áti, kedves, udvarias szerény ember, de velük voltam egy társaságban, és hát hogy mondjam, neveket nem említek, mert nem érdemes, de hát ahogy viselkedtek, és amilyen nagyképűen álltak a világhoz, és hogy intézkedtek, és... Hát nem tettnek róla, hát el van velük hitetve, azért állnak így, mert nem, nem, ők nem de járták meg a... semmi az égvilágban, csak azt hogy elhitették nagy azt a, azt a ranglétrát, ugye nem járták hát persze, ki persze. A fokokat, hanem az elsőről föllőtték őket a 17. emeletre, ezért van az, hogy ugye kevesen... És lebontották a házat hirtelennyi baratok. Igen, ezért van az, hogy nagyon kevesen tudnak fennmaradni, mert nincs vissza, hova lépni. És nálam például az a szerencse, hogy, hogy azért én nagyon sok minden fórumot bejártam már, arról nem is beszélve, hogy azért talán azt gondolom, hogy én még az utolsó mohikánok közé tartozom, akik azokat az időkből táplálkoztak, amikor még karmikus sztárok álltak a színpadon, és nem koreográfus és énektanár által megcsinált előadók. Szeretsz tanítani? Szeretek tanítani, de nem, ennyien, nem ilyen sokat, mint amennyit most tanítok. Mi a sok? Hát most elég sokat tanítok, van mikor 15, meg 22 tanítványom is van, most ezt így leszimplifikáltam 10-11 emberre, és akkor ezzel így el vagyok. Hát egy bizonyos mennyiség után már nem tud a minőséget garantálni. Igen, pontosan ezért. Ez a dolgnak a... manufaktúrában annyira nem hiszek. Milyen terveid vannak? Előtted a világ remek hangadottsággal, ötletekkel, mindennel. Hát, mi az, amit mondani, szeretnél elérni ebben a világban? Az egész országra szeretnék hakni. Ezt ugye... egész ország szeretnék hakni. Igen, igen, például ezt Tomsics Rudolftól kölcsönöztem. És ezen kívül ugye szeretnék lemezeket, klippeket készíteni, és hogyha valamivel csodálval határos módon játszanák a rádiók valamelyik dalomat újra, mint ahogy annó 10 évvel ezelőtt vagyok, ha jól vagyok ott, akkor jó, akkor még talán esélyem van egy nagyobb koncertre is. A trendi világban nem trendi zenét játszani, hát hogy is mondjam, hát ezt nem mondom, hogy felelőtlenség, hanem hát meglehetősen nehéz, rögös utat jelent egy művész számára. Igen, hát ezért próbálok most egy picit váltani, és egy olyan dallal kijönni, ami trendi. Igen, én azt hiszem, hogy kellenek a slágerek, és ez még nem biztos, hogy trendinek kell hozzá lenni, mert a sláger az nem azt jelenti, hogy egy kaptafára gyártott és egy BPM számra nyomott zenékről beszélünk, hanem valamitől a sláger és az emberek szeretik, és akkor viszik a dolgot előre. Én tudnék példát mondani arra, hogy például az Adél sem annyira trendi zenét játszik. Egyáltalán. Sőt, nagyon minimál. Viszont van egy-két Grammy díja ezzel szemben. Hogy egyszerűen van a kivételek. De mindegyik lemezén van valami olyan, ami húzós, ami általában hát a rádiók által nem? Kedvelt dal. Hát hogyne? Ő maga azért teremtett egy stílust a hangszerelésével, a szövegeivel, az egész attitűdjével, akkor a kinézetével, és hangsúlyozom, hogy az Adél sem egyik tehetségkutatóban sem tűnt fel. Tehát ő is egy kivétel. Igen, ez a másik, amit még ezzel kapcsolatban mondani akartam, aki tehetséges. Példány számot adtak el még mindig. Hogyne. Aki tehetséges, annak nem biztos, hogy tehetségkutatóba kell menni. Hanem az előbb-utóbb
ha nehezebben is, de egész biztos, hogy biztos talajon állva jut igen, előre igen. is fel. Hát így legyen. Ezt kívánom neked. Köszönöm szépen. Örülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra. Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó. Bétót László műsorát látták.